Május 6-án szombaton ismét megrendezték Kistarcsa főterén a sport és családi napot. A rendezvényen idén is a sporté volt a főszerep, ugyanis ezúttal is számos mozgásformát kipróbálhatott a helyi és környékbeli lakosság. Reggel 8:30-kor a nap házigazdája, Beszeda Gábor műsorvezető és Szamán Gergely önkormányzati képviselő sportreferens köszöntötte a megjelenteket. A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár csapata minden korosztály igényeit szem előtt tartotta a programok szervezésekor. Az idei évben az 5. alkalommal rendeztük meg a Kistarcsai Sport és Családi Napot. A Kistarcsai VMSK szervezésében bonyolítottuk le a rendezvényt, illetve rengeteg segítő is besegített a rendezvény lebonyolításába. Az idei rendezvénynek az volt a fő célja, hogy a helyi egyesületek bemutatkozhassanak, interaktív módon az érdeklődők kipróbálhassák az adott sportágat, és egy jót mozogjunk, sportoljunk együtt a mai nap folyamán. A sport és családi nappal már összefonódó, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Deák Zoltán emléktúra legelszántabb résztvevői közel 30 kilométer gyalogoltak, de lehetőség volt rövidebb távokra is benevezni, csak úgy, mint a korábbi években. Juhász István, Kistarcsa polgármestere rendszeresen kerékpárral teljesíti az emléktúra útvonalát. Hát most, ha vicces akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy én akkor szoktam futni, hogyha egy kutya kerget, de aki ismer engem, az tudja, hogy én valójában inkább biciklis vagyok, és hagyományosan minden évben, amióta ez a rendezvény van, én biciklivel megcsinálom magát a nagy túrát, ami az terepen biciklivel se gyenge, de minden tiszteletem azoké, akik ezt gyalog csinálják, mert tényleg minden évben, mondom, hogy biciklivel is annyira megterhelő, hogy aki ezt gyalog csinálja végig, azért az jó kondiban van. A Deák Zoltán emléktúrán, aki túrázni szeretett volna, 6, 14, 20 és 28 kilométeres távok közül tudott választani. Erre egyébként közel 200 fő résztvevő nevezett. A kistarcsai VUK, vízilabda és úszóklub növendékei egy csapatként indultak a Deák Zoltán emléktúrán. Melyik csapatnak vagy te a tagja? A VUK Kistarcsa. És az mit jelent, mit akar? Hát, hogy egy ilyen vízilabda csapattalba vagyok benne. Mi a terv, mire készültök? Egy túrára fogunk menni, 6 kilométeres túrára. Ismered a terepet? Tudod, hogy merre mentek? Hát, voltam már, de nem nagyon. És mi alapján fogsz tájékozódni? Egy ilyen térkép. Én nagyon örültem, hogy itt lehetek a csapatommal, akik még nem mennek izé meccsre, mert most a nagyobb csapat az megy amúgy a meccsre. És én annak örülök nagyon, hogy a tesóm is itt van a Néptánc Egyesület, a Pannonia Néptánc Egyesületben. És igen, nagyon akartam ide jönni, mert nagyon is szerettem lenni egy ilyen úton lenni, mert még minden, nagyon sokszor láttam ezt a Deák Zoltán túrát, mert most úgy tűnik, ki fogom próbálni. Nem terveztünk semmit, de én szerintem az lenne a legjobb, hogyha a csapata egyben lennénk, és nem vesznénk el az erdőben, hogyha egyetlen erdőben leszünk. Most vagyok először ilyen túrán, mert még csúnya kupán se voltam, de biztos jó móka lesz ez. Egyetlen lányként az úszócsoportba, hát így is kibírom a sok fiú között, de így is megvagyok, és így is jó. A reggel 9 órakor rajtoló futóversenyre a gyerekektől az idősebbekig összesen 180-an neveztek. A rajt előtti bemelegítést Ferabot Csilla, csoportos fitness instruktor, személyedző tartotta. Jó, jövünk előre! A bemelegítés után elrajtolt a verseny.
A futókat Juhász István Kistarcsa polgármestere és Szemán Gergely önkormányzati képviselő kerékpárral vezette fel. A versenyzők 400 métert, illetve 3 kilométert futottak a Kistarcsa utcáin kijelölt pályán. 3, 2, 1, start! Gyerünk, húzzatok bele! Szemán Gergő képviselőtársammal felvezettük a futókat. Először a kicsi, majd aztán a nagy távon. Számomra az volt a legnagyobb meglepetés, hogy azért volt olyan, hogy bele kellett húznunk biciklivel, de az első 2-3 helyezett az olyan gyorsan futott, hogy azért oda kellett még biciklivel is figyelni. Úgyhogy gratulálok nekik, nagyon jól nyomták. Kistarcsa már-már hagyománnyá váló futóversenyén sok családi csapat is indult. Hányadik alkalommal vesznek részt a Kistarcsai Sport és Családi Napon? Első alkalommal. És honnan értesültek erről a lehetőségről? Hát az óvodában az unokám benevezett bennünket. És ennek nem lehetett nemet mondani. És hogy érezte magát a 400 méteres futáson? Kellemes volt, jó volt, az unokám is végigcsinálta, úgyhogy rendben volt minden. Eddig mi történt itt a téren, ahogy kijöttetek, mi mindent csináltatok? Bemelegítettünk. Utána futottunk. 3 kilométert futottunk, és jól sikerült. Ketten a kisfiammal futottunk, és kéz a kézbe jöttünk a célba. Nagyon jó volt az időjárás, jó volt a táv, jó volt a terep, úgyhogy jó kitalálták a szervezők. Három, kettő, egy, start! Gyerünk! A 3 kilométeres távot Józsa Boton nyerte Kerepesről, aki a Kistarcsai Sportatlon Egyesület tagja. Alapvetően az egyesületünkből főleg a nagyobb és idősebb korosztály van itt, mert a kicsiknek más versenyük van, de mint láthatják itt a egész csapat, meg még szülők jöttek még tőlünk a csapatból, szóval azért egész szép számmal vagyunk itt most. Milyen volt ez a terep, milyen volt ez a táv neked, hogy érezted? Hát kicsit dimbes, dombos, de szerencsére nem túl sok emelkedővel, szóval annyira nem volt nehéz, meg amúgy bírom is nagyjából ezeket a emelkedőket. Hát ez a 3-9, ez még pont a kellemes táv, még nem túl rövid, az annyira nem megy, mert annyira nem vagyok robbanékony, de nem is túl hosszú, hogy nagyon... Nagy energiákat kelljen mozdósítani azért sokáig. Tudod-e, hogy mennyi idő alatt teljesítetted ezt a 3 kilométeres távot? Elégedett vagy ezzel? Igen, tudom, 10 perc 22 másodperc lett pontosan, és nagyjából igen, ezzel számoltam, ez a 10-10 és fél perc körül. A futóversenyen minden korosztály képviseltette magát. Egy 3 kilométeres futáson vagyok túl, ami egy kicsit végefelem a fárasztó, de ebben korban már, ami nekem van, az már bőven jó nekem. Több éve, 20-25 éve futom így rendszeresen, ilyen kisebb versenyeken is, meg biciklizek, focizok, úgyhogy nem kellett motiváció, mert meghallottam és gondoltam, hogy jövök. Miután a futóverseny lezajlott, megkezdődtek a színpadi programok az ifjúság téren.
Az elsőként fellépő csapattal, a Zumba Jucus tímmel már többször is találkozhatott a kistarcsai közönség. A zumba változatos tánc ritmusokra épülő, szórakoztató edzésforma. Az oktatók az óráikra mindenkit szeretettel várnak, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül. A bemutatónak ez alkalommal is nagy sikere volt. A zumba után a Villámtánc Egyesület csoportjainak előadása következett. Villám Veronika alapította 2001-ben a Harmónia Táncklubot, mely 2015 óta Villámtánc KS-eként működik. Számos csoportjukba várják a táncolni vágyókat. Az Egyesület a kistarcsai sport és családi napokon rendszeresen nagy létszámú versenyzőt indít a futóversenyen is, idén 47-et. Az idei sport és családi napon a fellépő csapatok összefogtak, és a nap folyamán több alkalommal egy hatalmas, egybefüggő tánc térré változtatták az ifjúság teret, amire eddig még nem volt példa a rendezvény történetében. Tánc után harcművészet következett. A Sentinel olimpiai tékvándó és hapkidó sportegyesület tartott bemutatót. Az egyesület már 14 éve van jelen Kistarcsán, és minden korosztály megtalálható csoportjaikban. A Jamland TSE táncosai folytatták a szombat délelőtti sport és tánc bemutatók sorát. A Kistarcsa mellett még 15 helyszínen megtalálható tánciskola 2001-ben alakult, és azóta is dinamikusan fejlődik.
black and white. There was never wrong till there was right. Feeling like a bottle hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening. Az 5. kistarcsai sport és családi napon a sportbemutatók mellett számos program várta a látogatókat. Volt többek között felfújható akadálypálya, darts foci és mászófal, valamint dodgeball az íjászat új élménye. Ahogyan a korábbi rendezvényeken, úgy 2023-ban is jó részt helyi és környékbeli sportegyesületek és csoportok mutatkoztak be. Ki lehetett próbálni egyebek között a kézilabdát is. A kistarcsai kézisuli jelenleg 3 helyszínen tart edzéseket, de a jövőben további bővítésre lesz szükség, mert az utánpótlásnak is szeretnének lehetőséget biztosítani. Másfél éve indítottuk el a kollégámmal, Szalafai Gáborral ezt az egyesületet, és leginkább azért, mert a gyerekeink most már lassan abba a korba érnek, amikor nekik is el kell kezdeni edzeni, és körbenéztünk, nem találtunk itt a városban olyan egyesületet, ahova tudtuk volna őket beiratni, és akkor ebből indítottuk el, hogy jó lenne, ha lenne, és az első edzésen 8-an voltunk, most meg olyan 90-en vagyunk az egyesületben. Már 8 csapattal neveztünk a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett bajnokságban, és U8, U9, U10, U12-es csapataink vannak. Van olyan korosztály, ahol 2 csapatot is indítottunk azért, hogy mindenki elég játék lehetőséget kapjon. Annyit kell tudni, hogy nem az eredményre fókuszálunk, tehát nem az a célunk, hogy U10-es bajnok csapatunk legyen, hanem inkább az ilyen alapképességeket akarjuk fejleszteni, ami később bármelyik sporthoz jó lesz majd. Tehát, hogyha esetleg később váltani szeretne valaki, az jó lesz focihoz, röpihez, kosárhoz, vagy akár az egész életében hasznos. Az 5. kistarcsai sport és családi napon a kistarcsai kézisuli sportolóinak csaknem fele részt vett. Most a 90-ből, ha jól számoltam, 42-3-4-en vannak itt. Alkottunk 4 fős csapatokat, és egymás ellen játszunk itt bajnokságot, és itt arra akarunk fókuszálni, hogy játszanak a gyerekek. Nem szólunk bele edzőként, hogy hogyan csinálják, mit csináljanak, abszolút legyenek kreatívak, dugják össze a fejüket, találjanak ki taktikát, találjanak ki csapatnevet, élvezzék a kézilabdát. És aki pihen, mert ugye 10 perces meccsek vannak, mindenki 20-30-40 percet pihen, olyankor az a feladat, hogy vagy nézi a nagyokat és tanul tőlük, vagy pedig megy és kipróbálja ezt a sok-sok játékot, amit itt lehet, mert ez egy szuper, szuper rendezvény. Tavaly is voltunk, akkor is már nagyon tetszett, és az idei is eddig nagyon jól alakul. A rendezvényen az egész ifjúság tér nyüzsgött a különböző mozgásformákat kipróbáló sportemberektől, de mindeközben folytatódtak a színpadi programok is. A Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület 2001-ben alakult Kőbányán. Az elmúlt években számos helyen indították el fitness és akrobatikus showtánc tanfolyamaikat, Budapesten és környékén, így Kistarcsán is. Sex, give it to me. You better play that sax.
A Marcipán Egyesületet követően a Blero System Hip-Hop tánciskola növendékei léptek fel. Az iskola táncosai már országos, Európa, sőt világbajnoki címekkel is büszkélkedhetnek. A rendezvény előestéjén az Ifjúság tér Búdi László cipő a Republik elhunyt frontemberének tiszteletére tartott emlékesnek adott helyet, melyet hatalmas érdeklődés övezett. Kistarcsa polgármestere örömmel nyugtázta, hogy a 2023-as sport és családi napon is sokan részt vettek. A tegnapi rendezvény után, ahol azért voltunk elég sokan, én meg vagyok lepődve, hogy ma is azért kezd megtelni a tér, tehát azért látszik, hogy itt a tavasz van igénye az embereknek mind a szórakozásra, mind a sportra, azért Kistarcsán mind a kulturális, mind pedig a sportélet azért elég pezsgő, és ennek azért nagyon örülök, mert itt azért a koronavírus után, a lezárások után azért aggódtunk, hogy hogy fog ez mind újraindulni, de szerencsére az a tapasztalat így, amióta ezek a zárások megszűntek, hogy az emberek azok még aktívabbak lettek. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki részt vesz a rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy az idő nagyban egyrészt befolyásolja a kültéri, szabadtéri rendezvényeket. Most nagyon jó időnk volt. Hál' Istennek azt látom, hogy nagyon sokan is eljöttek, nagyon jó a hangulat. Úgyhogy én azt látom, hogy évről évre egyre többen mozognak velünk, úgyhogy én abszolút sikeresnek értékelem ezt a mai napot. A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár, azaz a VMSK dolgozói mellett még sokan segítkeztek abban, hogy az idei rendezvény is jól sikerüljön. Többek között középiskolás diákok, a polgárőrség, a rendőrség, a közterületfelügyelet, valamint a KÖFE Kft. Munkatársai.